Itt vagyunk Nyerte Zsuzsival a konyhában. Gyakorlatilag fél kész? Hol tartunk? Foglaljuk ezt, hogy mit tudunk. Vagyunk, finishben. Jó. Vagyunk. Aki esetleg nem nézett minket valamit korábban, meg arról, hogy mit csinálsz. Mert lehet, hogy most lát minket, van aki most lát minket először. Igen. Szóval ez egy csirkemell, tejszínes gombás, színes csirkemell. Színes. Igen, elmondom a hozzávalókat. Nagyon egyszerű az elkészítése, kell hozzá. Amennyi csirkét veszek, annak a fele a gomba, annyi kell hozzá. Kell hozzá só, bors, természetesen egy jó kis fokhagyma. A hagymát azt kihagytam belőle, mert nem akartam itt a leggel sérni, vagy a barbit megrikatni. És ugye tejszínes, mondtam, hogy tejszín kell hozzá, tömlősajt a végén, és már... Milyen sajt, bocsánat? Ez ilyen tejszínes tömlős. Ja, értem, ilyen... Tudod, hogy a nyomós, igen. Nyomva, igen. Hogy ne lássuk, hogy milyen márka. És színes paprikák, kaliforniai piros, sárga, úgyhogy már egybe van az egész, már érik össze, már puhul a csirke mellem. Nehézségi fokozata szagacka. Milyen az elkészítés? 1-10-ig? 1-10-ig? 1-es. Én is azt gondolom, pedig mi bénák vagyunk, vagy én béna vagyok, de igen, én is úgy láttam, hogy ez nagyon nem egy ördöglapat. Kóstolgatni kell. Én igen. Nagyon szeretem a színes borsot, ami megbolondik. Zsuzsi, egyébként neked mi az specialitásod? Tehát mi az, amit a legjobban tudsz főzni, amit mindig előhúzol, hogyha olyan vendégek jönnek? Jaj, hát most azt fogom mondani, hogy mindent nagyon jól tudom. De én tudom, hogy te jól főzöl. És látjuk. Jó, hát mit? Hát például a römetrokfos csülköm az mindig megsikert. Az kérlek szépen apukámnak is a kedvence, meg a Zsuzsónak is, de általában akik vendégek voltak nálunk, azok mind elájultak tőle. Hát a hagyma, csülök, azt úgy csinálom meg, hogy ugye a römetrokfot beáztatom, a csülköt kis... A hentesem az megcsinálja, hogy ne nekem kelljen ott bénáznom, meg nincs olyan jó kis erős késem, mint itt nálatok. Lényeg az, hogy ilyen csíkokra vágom azt is, és akkor sós, borsos, lisztes, paprikás, meg hepergetem, jó sok hagyma alulra, aztán a csülök, akkor megint a csülök, és a legtetejére fokhagymás tejföl, és ez egybe. Összefutott a nyár a Zsuzsi, számban. Köszönjük szépen a rokonságnak, megüzenjük, hogy Zsuzsinak egy jó kis kést kell venni ajándékba. Úgy néz ki, hogy az nincs neki. Na, jövünk vissza hozzá, jó? Hamarosan, jó? Köszönjük. Jó főzés, Zsuzs. Köszönöm.